Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Múlt, jelen és jövő. Először bepillantunk a múltba. Mit kellene megőrizni, mitől vagy kitől kellene eltávolodni, vagy ki gondol rád a múltból. Itt látható egy kis pénz vagy nyeremény. Az jelentheti azt, hogy a múltban volt egy közös tevékenység, egy kereskedelmi kapcsolat például. Azt is jelentheti, hogy ez a személy tartozik neked, és meglátjuk azt, hogy megkapod-e ezt a pénzt. A pénz jelenti a belső értékeket is szimbolikusan, és akkor az arra utal, hogy te értékes vagy számára. Itt látható egy özvegy hölgy, és az azt jelenti, hogy vagy te érzed magad magányosnak, vagy egy hölgy közeledik hozzád, és ez a hölgy vagy özvegy, vagy egyedül érzi magát. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy itt halál esetről volt szó, és van egy örökösödési ügy, és itt pénzügyi dolgokról van szó, amit rendezni kell. Mi még maradunk a múltnál. Itt látható ez a lelkész, ez utal az ő hitére, utal a te hitedre, és azt is jelentheti, hogy ez a személy esküszik arra, hogy visszaadja a pénzt, vagy rendezi az anyagiakat. Itt látható a képen egy hölgy, aki vagy özvegy, vagy egyedül érzi magát. Őt érdeklik ezek a témák, ez lehet a vallás, vagy egy spirituális terület, és pénz jön a házhoz. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy volt egy haláleset, egy örökösödési ügy, itt pénzügyi dolgokról van szó, és ez a lelkész tisztázni akarja ezeket a dolgokat. És most megtekintjük a jelent. Ami a jelenlegi helyzetedet jelenti, itt látható egy látogatás. Tehát várható az, hogy valaki meglátogat téged. Itt a képen egy hölgy látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez lehet egy férfi is. A kártya azt is jelentheti, hogy kapsz egy meghívást, és te látogatsz meg valakit. Itt ezen a képen látható egy esküvő, és ez lehet egy meghívás is, vagy az a személy, az a férfi, aki téged most meglátogat, tervezi azt, hogy ti összeházasodjatok. Az is lehet, hogy lesz a közeljövőben egy esküvő, és kapsz egy meghívást. De itt látható ez a tolvaj, ami azt is jelentheti, hogy ez az esküvő még elmarad, vagy elcsúszik egy későbbi időpontban, hiszen
a tolvaj eltávolíthatja ezt az eseményt. Azt is jelentheti, hogy kapsz egy meghívást egy esküvőre, és nincs kedved oda menni, tehát inkább eltávolodsz ezektől a személyektől, ettől az eseménytől. A kártyák azt is jelenthetik, hogy ez az esküvő egy szerződésre utal, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és légy óvatos, mert itt valaki ellop tőled valamit, tehát anyagilag ártani akar neked. Itt a kártyák mutatják a jelenlegi helyzetet. Itt lesz egy látogatás, vagy téged látogat meg valaki, vagy lesz egy meghívás, és te látogatsz meg valakit. Itt megvan a kapcsolat, ez lehet egy eljegyzés, egy esküvő, az anyagiakat illetően ez lehet egy szerződés is. De légy óvatos, mert itt van a tolvaj, és valaki ártani akar neked. Vagy azt is jelentheti ez a tolvaj, hogy van egy meghívás, egy látogatás, valaki keresi a kapcsolatot veled, de nincs ehhez kedved, és a tolvaj eltávolítja mindkét kártyát, eltávolítja ezt a kapcsolatot, mert úgy döntöttél, hogy nem akarsz ezzel a személlyel kapcsolatba lépni. És most megtekintjük a jövőt. Itt látható ez a gondolat, tehát valaki gondol rád, vagy te gondolsz valakire, vagy elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Minden esetre itt megvan a kapcsolat, akkor is, ha a gondolatban, és én úgy közölném, úgy érzem, hogy van egy férfi, aki gondol rád. Valószínű, hogy te is gondolsz ő rá, de valami elszomorít téged. Megvan köztetek a telepátia, megvannak a gondolatok, az érzelmek, de ő várakoztat téged. De nem sokáig fog téged várakoztatni, hiszen itt Hermes megjelenik a kezében, van ez a levél, tehát hamarosan jelentkezik nálad. Itt látható a közeljövő. Ez a férfi gondol rád. Te is gondolsz őre, de mivel jelenleg még nem jelentkezik, ez elszomorít téged. De nem kell sokáig várni, hiszen hamarosan megjelenik itt ez a kártya, itt a levél azt jelzi, hogy ír neked, vagy felhív téged, keresi veled a kapcsolatot. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!